Köszöntöm Önöket! Ez itt a Kezdőkör című sportösszefoglalónk. Győzelemmel folytatta az NB1B küzdelmeit a Békés Csabai Előre NK-se. A csabai lányok a megyei rivális Orosházát győzték le pénteken 34-31-re. A kékmezes Orosháza találatával kezdődött a mérkőzés, amelyre hamar válaszolt a Békés Csaba, és 6 perc játék után 5-2-re a vendégek vezettek. A 18. percben már 15-10-re lépett el Papp Bálint csapata. A folytatásban az Orosháza emberelőnyben kézilabdázhatott, amelynek eredményeként megfordította az állást. A csapatok végül 20-18-as hazai előnnyel mentek a nagyszünetre. A fordulást követően új erőre kapott a Békés Csaba, amely a 35. percben visszavette a vezetést. Az Orosháza nem adta fel, összejött az egyenlítés, majd a hazai csapat a 47. percben már 26-25-re is vezetett. Az előre NKS-e Kuka Janna vezetésével ledolgozta hátrányát, és az utolsó 10 percet 2 gólos előnyből kezdte meg. A csabai lányok innen már nem hibáztak, az utolsó percben végül Kukai Klára állította be a 34-31-es végeredményt. Nagyon jól jöttünk ismételten a második fél időre, úgy gondolom, hogy mind a két fél időt jól kezdtük. Második fél időben is volt egy pici hullámvölgyünk, de sikerült utána átvennünk a vezetést, és úgy gondolom, hogy a végjátékot azt uraltuk, azt okosan és fegyelmezetten lejátszottuk. Én úgy gondolom, hogy két jó csapat találkozott, bízok benne, hogy jön az Orosháza velünk, és sok sikert kívánok nekik, hiszen megérdemlik a felsőházba való bekerülés, hiszen rendkívül fegyelmezett és jó kézlabdát játszanak. A Békés Csaba továbbra is őrzi veretlenségét az NB1B keleti csoportjában. Papp Bálint együttese az első helyen áll 13 győzelemmel és 26 ponttal. Az Orosháza vereségével visszacsúszott az 5. pozícióba. Nagy gratuláció Békés Csabának, mert megérdemelten vitte el a Orosházra a 2 pontot. Annak nagyon örülök, hogy nagyon-nagyon meg kellett érte szenvedniük. Talán az egyik legjobban a bajnokságban, az Algyő játszott egy ilyen jó meccset velük Békés Csabán. Ez nekünk egy pozitív dolog. Sajnálom, hogy ezért nem jár pont, mert ez ugyan olyan, mint hogyha papírforma szerint nagy különbséget kikaptunk volna, de bízom benne, hogy végre elhisszük, hogy a legjobb akkor is fel tudjuk venni a versenyt. A Békés Csabai Előre NKS-e szombaton a 8. helyezett Tempó KS-e együttesét fogadja hazai pályán, míg az Orosháza szintén szombaton a Szeged otthonában lép pályára. Hátrányba került a női magyar kupa elődöntőjében a Svitelszki Békés Csaba a Vasas Óbuda elleni párharcban. A legjobb 4 közötti összecsapás első mérkőzését a fővárosban rendezték. Az összecsapást jobban kezdte a sötétmezes házigazda, amely hamar 3 pontos előnyre tett szert. A folytatásban egalizált a BRS-en, majd 17-15-ös előnyből várhatta a végjátékot. A Vasas 20-nál kiegyenlítette a találkozó állását, majd 25-22-re megnyerte a nyitó etapot. A második szettet jobban kezdte a Békés Csaba, a vendégek Márta Drupa vezetésével 9-6-ra léptek el ellenfelüktől. A folytatásban azonban átvette az irányítást a Vasas, a végjáték 18-14-es fővárosi előnyből kezdődött. Ugyan Zólyomi Rebeka pontjai után egy egységre zárkózott a BRS-e, a Vasas jobban hajrázott és 25-21-re nyerte meg a második játszmát. A harmadik játékrészt 4-1-es rohammal kezdte a hazai csapat, amely 7 pontra növelte előnyét a folytatásban. Innen már nem volt visszaút a csabai lányoknak, a fővárosiak 25-18-ra nyerték meg a szettet és 3-0-ra a mérkőzést. A párharc visszavágóját február 2-án szerdán 18 órától rendezik meg a Békés Csabai Városi Sportcsarnokban. A BRS-ének 3-0-ra kellene nyernie, majd az aranyszedben is diadalmaskodnia ahhoz, hogy a sorozat döntőjébe jusson. Újra megrendezi a Békés Csabai Önkormányzat a Városi Teremlabdarúgó Bajnokságot. Az 1983-ban életre hívott téli kupában idén 20 csapat küzd a vándoros ellegért. A Békés Csabai Teremlabdarúgó Bajnokság célja, hogy télen is játék lehetőséget biztosítson a kispályás csapatoknak, ezzel szélesítve a rendszeres sportolási lehetőséget.
Az együttesek nagy része szerepel a város kispályás bajnokságában, amelyet az önkormányzat tavasszal és ősszel szervez meg. Évek óta játszok nagyon sok téli kupán. Ezzel a csapattal vagyok igazából a városi bajnokságban is. És akkor most úgy voltam vele, hogy akkor itt is játszok. De igazából új kígyósan is játszunk, ott is évek óta hagyomány. Nagyon szeretek focizni, már 6 éves korom óta focizok nagypályán is. De igazából a kispályát jobban szeretem. Meg ennyi évesen már most inkább jobban preferálom azt. A csapatok 25 perces félidőt játszanak egymással. Az együttesben egyszerre 5 mezőnyjátékos és egy kapus lehet a pályán. Ha egy csapat kevesebb, mint 4 fővel áll ki, akkor a meccset nem lehet lejátszani. Idén 20 csapat nevezett a bajnokságba. Jelenleg a csoportmérkőzéseket játsszák, amelyeket az egyenes kieséses szakasz követ. A győztest az önkormányzat kupával, vándorserleggel és vásárlási utalvánnyal díjazza. A mozgást ezt fontosnak tartjuk, tehát hogy jó csapat összetartásnak tartjuk ezt bajnokságra a felkészülés miatt. Hát az ellenfelek azok erősek szoktak lenni. Lényeg, hogy mozogjunk, mindenki adja ki a maximumot magából, és majd látjuk, hogy mi jön ki belőle. A téli kupát 39 évvel ezelőtt, 1983-ban hívták életre. Az önkormányzat egy év kihagyással rendezi meg a tornát, mivel azt tavaly a koronavírus járvány miatt nem tarthatták meg. Újkígyóson nagy hagyománya van a női kézilabdának, ahol a helyi sportegyesületet a 60-as évek közepén alapította meg Felföldi István testnevelés tanár. A klubnak ebben a szezonban 9 utánpótlás és egy felnőtt férfi kézilabda csapata van. A klub vezetés célja az, hogy 4 év szünetet követően a 2022-23-as szezontól újraindítsák a női felnőtt csapatot is. Épp Újkígyóson vagyunk, ahol az ifjúsági kézilabdázó lányok taktikai megbeszélést tartanak az edzés elején. A tanácskozást követően a játékosok bemelegítenek, majd különböző labdagyakorlatokkal kezdik meg a tréninget. A Felföldi István Sportegyesület immár több évtizede foglalkozik a helyi és környékbeli gyerekek sportági felkészítésével. Az újkígyósi klubnak jelenleg 9 utánpótlás és egy NB2-es férfi csapata van. Az ifjúsági lányegyüttes a harmadosztályban szerepel, és a negyedik helyről várhatja a folytatást. Én egy ifjúsági lánycsapatot edzek, a ifjúsági harmadosztályban játszunk. Az alapszakaszunkból még 3 mérkőzés maradt most a tél végére, februárra, március elejére. Negyedik helyen állunk a bajnokságban, és igyekszünk legalábbis megőrizni ezt a negyedik helyet, de még ha lehet, akkor egy icipicit előrébb is csúszni a tabellán. Mindenképpen az a célunk, hogy az alapszakasz végére a felsőházba kerüljünk. Berci Rebek a csapatkapitány az őszi szezon utolsó mérkőzésén a kiskörös ellen betegség miatt nem tudott pályára lépni. Ma már ő is gőzerővel készül az idegenbeli visszavágóra. Mindenképpen úgy megyünk oda, hogy nyerni szeretnénk, mert ez a meccs nekünk nagyon fontos, ugye a további jövőre nézve. Csiernyik Éva csapata januárban kezdte meg a felkészülést, heti 3 tréninggel, 6 héten keresztül. Az edzések leginkább a kondicionális képességek fejlesztésével, illetve labdatechnikai játékokkal telnek. Január elejétől kezdve elkezdtünk el készülni rá, heti 3 edzéssel. Itt mind az erőnlétünket, állóképességünket, gyorsaságunkat fejlesztjük, de az edzőnk arra is odafigyel, hogy a csapat összhang meglegyen, néha edzés végi futós játékokkal. Az ifi csapat a tavaszi szezonban először a kiskörös otthonában lép pályára február közepén. Az együttes edzője kemény összecsapásra számít, de mindent megtesznek azért, hogy hazahozzák a 2 pontot. Ennyi fért bele a mai sportösszefoglalónkba. Köszönjük, hogy minket választottak. Tartsanak velünk a jövő hétfőn is. Viszontlátásra!